Szevasztok, szevasztok! Miért nem arról videózol, hogy milyen az életed? És miért nem mesélsz arról, hogy mi történik veled meg a hétköznapjaidról, meg minden. És pont ezen gondolkodtam, idefele jövet, hogy sajnáltatni magamat azért nem akarom videóban, mert annak semmi értelme, meg annyi videóm van már fönt az életemről, meg rengeteg témám. Hogyha valakinek van ideje és energiája, akkor nézze meg őket. De nem fogok én itt azért csinálni live-ot például, hogy sajnáltassam magam. Meg beszéljek az életemről, és kitegyem magam felesleges stressznek, idegeskedésnek. Nem, mint hogyha annélkül nem lenne stressz meg idegeskedés, de ezt el kell engedni. Mert sokkal jobb, hogyha pozitívan állunk a dolgokhoz. Persze, én mindig negatív vagyok, mert mindig saját magammal szemben negatív is voltam, hogy leszek is. De az, hogy most egy videóban arról beszéljek, hogy az én életemben mi történik, mit éltem át, hogyan éltem át, min mentem keresztül, hogy éltem meg, hogy tudtam feldolgozni egyéb dolgokat, nem megyek bele, mert eszembe jutott az, hogy csinálok videót, még a nyáron, hogy elmesélem, hogy velem mi történt, de úgy vagyok vele, hogy nem. Tehát én azt vettem észre, hogy jobban érdekli az embereket a dráma, a háború, meg a más videósokról beszélünk live-ban, más videósokról, és más videósok videóit elemezzük, ki aznak van értelme, és inkább azt nézik az emberek, és azt gondolják, hogy ez sokkal jobb, hogyha azt nézik végig, és arra nyomnak lájkot, és annak adnak nézettséget. Na de mindegy. Ennyi volt ez a videó most, mert úgy érzem, hogy ez is felesleges volt, hogy erről beszéljek, mert az a baj, hogy a videóimat se nézik végig, és a zavar, hogy nem nézik végig.